Az amerikai ünnep a Halloween hagyományai közé tartozik, a töklámpás faragása is. Mára már Magyarországon is az őszi ünnepek része ez a szokás, hiszen egy tökéletes közös program, ami összehozza a családokat. A Fehérvár Média Centrum pedig a várost is szerette volna kicsit összehozni, így vasárnapi már 5. alkalommal rendezték meg a Fehérvári Töklámpás Fesztivált. Igazából annyi a lényeg a történetnek, hogy egy kicsit sétáljunk egyet, érezzük jól magunkat, mindenki faragja ki otthon a kis tökét, hozza ki, mutassa meg a többi. Egyfajta közösségi kiállítás lesz az egészből, mindenki megnézi a másiknak az alkotását, lefotózza, és utána mindenki hazamegy. Nagyjából olyan 60-70 tök volt, amikor utoljára számoltam, de ezt igazából nem lehet megtippelni, mert folyamatosan érkeznek, a tökök viszik haza őket, aki előbb haza akar menni. Szóval valahol ilyen 60 és 90-100 között volt az a tök, ami valószínűleg vasárnap este itt volt a Bartók Béla téren. A Bartók Béla térre rengetegen érkeztek megcsodálni a családok által készített töklámpásokat. A különféle technikákkal készült alkotások között voltak klasszikus figurák, kreatív, egyenesen ijesztő arcok és állatok is, sőt még egy hajó is. Ez már a 5. alkalom, hogy tököt faragunk. Nagyon szeretjük hobbiként, szórakozásként, kicsit összefogja a családot. Anya hallott erről a szellem, hogy jönne majd ide egy szellem, és azért is faragtunk egy tököt meg, hogy megnézzük a szellemet. Az 5. Fehérvári Töklámpás Fesztiválra idén ismét ellátogatott a rettegett Karaffa gróf szelleme is, akivel ijeszgetése ellenére előszeretettel fotózkodtak a gyerekek.